se pasa criticando a uno que cómo me visto y acá. ¡Ta madre! Mejor que se vayan a ver gatsito. Jó reggelt, srácok, sziasztok! Április 2-a vasárnap van. Ilyenkor lehet tőlem kérdezni azt, hogy hova a rákba megy ez a még számos gyerek vasárnap kora reggel, természetesen dolgozni. Na, ma van az a nap, amikor baromira nincsen kedvem dolgozni. Nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert egyszerűen olyan álmos vagyok, hogy ez a borzasztó. Szerintetek a spenót, meg a tojással át az összeverekszik? Mert hogyha összeverekszik, akkor ma szarnapom lesz. Szállítóeszköz most áll ki, aztán meg majd beszállok. Na most itt az ideje, hogy egy kicsikét komolyabban vegyük a dolgot. Most még számos channel tudomány fog következni. Mégpedig irodalmat fogunk tanulni. Az írói eszközök között szerepel a késleltetés, aminek semmi köze nincs a markolattal rendelkező vágóeszközhöz, illetve a fokozás, amit meg a fogazással nem kell összekeverni. Vasárnap reggel elmenni dolgozni ilyen álmosan, hát lehet ezt még fokozni. A késleltetés pedig arról fog szólni, hogy lesz ennek a videónak egy része, unboxing része, ha kérdezik, van zárójeles címmel, de ahhoz, hogy megtudjátok, hogy milyen csomagot fogok felbontani, vagy milyen csomagokat fogok felbontani, real time végig fogtok jönni velem egész nap dolgozni, és akkor majd utána lehet irigykedni. Nem akarok többet beszélni most. Por la manera que me visto, el modo que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino. Az előbb meg akartam mutatni nektek, hogy a híres neves Isti hol cseréltetett gumit, pont arra jöttünk. Ezt csak véletlenül tudom, mert már láttam azt a videót. Aztán jó pofán fényképeztem magam filmfelvétel helyett. Mindjárt az Őrsvezértéren leszünk. Aki nem hiszi, nézze meg! Várjuk a kollégát. Ez meg itt egy hív. Ki gondolta volna, mi? Tony, akarsz a YouTube-on szerepelni? Aha. Akar? De szép ember! Atención, soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio. Me critican por todo, solo digo la verdad. Si te ofendes, aquí va tu amistad por la ventana. Dicen que por las joyas que yo traigo, debo de andar vendiendo algo, no hay pedo. Sigo adelante, como me gusta. A srácok, ilyen a jó kis vasárnap, a lud legyen kövér, megrakjuk még egyszer az autót, lesz még egy fuvarunk. Ti meg már alig győzitek kivárni, hogy milyen csomagot fogok kibontani. Hát srácok, végeztünk végre, úgyhogy most már megyünk hazafelé. Ebédelek valami marhajót, szüleimnek házassági évfordulója van, úgyhogy vettem virágot meg bort. Nekiállok lassan majd kajálás után ennek az unboxingnak. Mellesleg úgy néz ki, hogy hétfőn elhozzuk az autót is. Nem akarjátok tudni, hogy a javítás az mennyibe kerül. Épp ezért nem is fogom elmondani, de aki szerette, vagy aki szívesen nézte, akkor lehet, hogy már jövő héttől előfordul megint autós vlog, vagy vezetős vlog, majd még meglátjuk. Remélem, nektek is jól telt a vasárnap, sokat lógattátok a lábatokat. Amíg a fő műsorvezető, aki nektek a szórakoztatásról gondoskodik, kemény munkával töltötte az időt, nem megfeledkezve arról, már nem tudok beszélni ugyanúgy, ahogy reggel. Nem megfeledkeztem. Most sem tudtam, de ezt nem fogom kivágni, szóval az a lényeg, hogy... Na most akkor... Na! Értetlenség van. Kétszer engedtek el, de mégse. De aztán mégis de. Mert kemények vagyunk.
Miről nem feledkeztem meg? Ja, arról nem feledkeztem meg, hogy csináljak nektek videót. Elmegyek vasárnap dolgozni, másra jár az agyamban, mint hogy nektek is jó legyen. És nagyon rafinált voltam, mert fölmentem gyorsan az internetre, megnéztem a dollár árfolyamat, úgyhogy ki is számoltam nektek, hogy mi mennyibe kerül. Nem kés ezek az olló, az sokkal jobb. Igazi hajvágó olló. De most nem hajat vágok vele. Algo que muchos han tratado. Pero ahora solo Acura ha logrado. No hay manera de que puedas parar esto. Como un corrido, Acura regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer feria. Ez egy automatrica. Az autókám egy picikét meg van nyomodva hátulról, és gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne vele csinálni. A régi munkahelyemben már megtanultam, hogy vannak olyan hibák, amiket, hogyha kiemelünk, akkor szinte már ékesség lehet. Na most egy autó hátának a megnyomása az nyilván nem az, de megpróbálok belőle egy kis viccet csinálni. Ez egy automatrica, amit most rendeltem, illetve amit most hoztak meg. Kérlek szépen, az 34 cent volt. Az pontosan 100 forint. Manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida y diario la reposo. Un par de morros con viejas pero no esposo. Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo. Gastando feria con mi equipo. Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo. Hasta cambié la moda que cambié. Ez így néz ki, valami, olyan, mint hogyha valaminek a szélét egy kis emberke így felhúznám. Majd, hogyha meg lesz az autó, elmileg hétfőn hozzuk el. Akkor felragasztom rá, aztán meglátjuk, hogy jó-e. Na, következő. Mino y piensas que soy falso, pónteme de frente. Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo. Mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible. Hát, belenézek az acskóba, nehogy úgy járjak, mint a legutóbbi unboxingnál. Annál az egynél, amit már egyáltalán felvettem, hogy benne maradt a dobozba egy kis alkatrész. Na gyerekek, ez egy öv. Bejönnek nekem ezek a katonai fonott övek, nem olyan szeretem a bőröveket, és miután a másik övemnél, amit használok, annak az alja, az kezdett kirojtosodni, hiába próbáltam égetni öngyújtóval, hát előbb-utóbb teljesen tönkre fog menni, na most helyette rendeltem egy másik övet. Mennyi volt az? 2 dollár 28 cent, az összesen 671 forint volt, azaz 670. Szeretem ezeket az öveket, amiket csak úgy simán lehet állítgatni jobbra-balra. Forgatom, mint Krisztus a grill csirkét. Ja, ennyi. Ez egy ilyen nyitható, zárható, mindenki látott már ilyet. De gyakorlatilag, amikor jól le vagyok fogyva, és sukár vagyok, és kívánatos, akkor ekkora a derekam. Húsvétkor meg, hogyha meghízom. Akkor meg ekkora lesz, úgyhogy nem kell lukaszgatni. A harmadik cucc, ami megjött, az, abból lesz majd még egy. Lesz majd még egy ebből a rendelésemből, egy másik típusú. Ez egy próba rendelés, ami megjött. Egy cipő, de aljas vagyok, elmondtam előre. Igazán a méretezés miatt rendeltem az egészet. 14 dollár 99 cent, jó, 15 dollár, és az 4305 forint. Ez egy fehér vászoncipő, valami mintával. Ha nem lesz jó, akkor majd felveszem dolgozni, mert a mostani melós cipőm már a végét rúgja. Cipő rúgja a végét, érted?
Baki parádéba jó lesz, elszállt az olló. A neve. És nem is annyira büdös. Úgy emlékeztem, hogy ez bőr, de vászon. Nem baj. Nyárra remélem jó lesz. Ugye beszaladok és felpróbálom. Meg majd elgondolkozom rajta, hogy akarom-e én ezt hordani. Mindjárt kiderül a méret. Óvjuk, védjük a természetet, szelektív hullagyűjtés rovat. Bekapcsol. Ez egy jó pofa, amikor így recseg ez a csomagolás nektek? Jó ez? Sikhülye vagyok, mi? Senki nincs az utcán. Nincs nézőközönségem, csak ti. Elsőre megtaláltam azt, hogy melyikbe kell dobni a műanyagot. Le van róla köpve a felirat már, hogy melyik az üveg, meg melyik a műanyag, melyik a fém, melyik a papír. Mindig ilyen. Betlin áll, mindig ki kell nyitogatnom. Nézzük a cipőt. Átmegyünk Narnián. Rettenetes messze van a szoba. Láttátok már többször. Már aki nézi a videómat, az tudja. Sötét van, nem látok. Ninja mester. Ha a mondani velom lesz, vagy történik valami, akkor valószínűleg újra előkerülök. Ezen a héten rettenetes mennyiségű munka volt, ezért láthatatok tőlem kevés videót. Sziasztok!